azért fogok küzdeni, hogy a beruházás megvalósuljon, de Hódmezővásárhely egyetlen árdrágító politikára sem mondhat igent, mondta Lázár János mai sajtótájékoztatóján. A térség országgyűlési képviselője annak kapcsán fogalmazott így, hogy a duplájára nőttek a tramtrén beruházás tervezett költségei. A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium közbeszerzési számításai szerint ugyanis a tervezett 23 milliárd helyett csak nem 50 milliárd forintot kellene fordítani a Szegedet Hódmezővásárhellyel összekötő villamos vasúti rendszer kiépítésére. A miniszter egyúttal felszólította a tárcát, adjon magyarázatot arra, mi okozza a jelentős áremelkedést. 2006 óta több mint 10 éve zajlik a Szegedet Hódmezővásárhellyel összekötő villamos vasúti rendszer a tramtrain előkészítése. A témában hatástanulmány készült, megkezdődött a beruházáshoz kapcsolódó közműkiváltás, ám a fejlesztés most ellehetetlenülni látszik. A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és a MÁV által előkészített közbeszerzés eredményeként a költségek a tervezethez képest a duplájára nőttek tavaly május óta. Az egyik tisztázandó kérdés, hogy az NFM indokolja meg, mi okozza a beruházás ilyen jelentős mértékű emelkedését, mondta a mai sajtótájékoztatóján Lázár János. A fejlesztés nagyon fontos, de nem minden áron. Meg kell vizsgálni alaposan, hogy mi az, ami megéri Hódmezővásárhelynek, és mi az, ami megéri a magyar államnak. Természetesen mi hódmezővásárhelyek mind elkötelezettek vagyunk a beruházás érdekében és a beruházás ügyében, de ez nem kerülhet akármennyibe, és a fejlesztést nem minden áron kell megvalósítani. Az elmúlt napokban megkezdődött a közbeszerzési eljárásoknak a lezárása, és jönnek az eredmények, amelyek meggyőződésem szerint azt a helyzetet erősítik, hogy a beruházás messze nem 23-23,5 milliárd forintba, hanem akár 50 milliárd forintot meghaladó összegbe fog kerülni. A villamosvasút Hódmezővásárhelyt és Szegedet összekötve segíteni egy 300 ezres lélekszámú régió kialakítását. Jelenleg több mint 200 busz és 10 vasúti járaton 5-10 ezer ember, további 3000-en pedig személyi gépkocsival ingáznak a két település között naponta. A beruházás tehát továbbra is indokolt, itt is csak úgy, mint az elkerülő út esetében lehetséges, hogy egy második közbeszerzési eljárás kiírása hozza majd meg a megfelelő megoldást. Az eredeti tervek szerint a fejlesztést ugyan 100%-ban az Európai Unió támogatta volna, de nem világos, hogy ez igaz-e a megnövekedett költségekre is, hangzott el a sajtóeseményen. Azért fogok küzdeni, hogy ez a beruházás megvalósuljon, de azt mindenkinek tudnia kell, hogy Hódmezővásárhely egyetlen egy árdrágító politikára sem mondhat igent. A kormánynak az a kötelessége, hogy megállítsa az árdrágítást, és a kormánynak az a felelőssége, hogy csak a valós költségekre és csak a valós bekerülésre mondjon igent. És annak érdekében, hogy ezzel a felelősségünkkel el tudjunk számolni minden választó felé, minden magyar választó felé, minden Hódmezővásárhelyi választó felé, ezt a helyzetet tisztázni kell. Azt kértem ma reggel a miniszterelnök úrtól, hogy a jövő heti kormányülés tűzze napirendre ezt az ügyet is. A helyzet tisztázása érdekében 10 kérdéssel fordul a térség országgyűlési képviselője a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium vezetőjéhez, amelyben többek között arra is választ vár, hogy miért vonta vissza a támogatást a tárca a tramtrain projekthez kapcsolódó Szeged-Hódmezővásárhely Békés Csaba Gyula vasútvonal villamosítására, amely a délalföldi régió egyik kiemelt beruházása lett volna.